Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. május 7-én pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. A közösségi házra vonatkozó jogszabályok. Kinyitott a Túri Fazekas Múzeum. Meghosszabbítják a gyermeknapi rajzpályázat beadási határidejét. A mezőtúri közművelődés és sport közszonoprofit Kft. Egységeire is nagy hatással volt az elmúlt időszak, a pandémia okozta a helyzet. A korábbi bezárást azonban nemrég enyhítette a kormány. Bordács László ügyvezető elmondta, hogy a közelmúltban hozott rendelkezések, jogszabályok milyen hatással vannak többek között a közösségi ház nyitvatartására, látogathatására. A Magyarország kormánya által hozott legújabb rendelkezések milyen hatása vannak a közösségi ház nyitvatartására, milyen jogszabályok vonatkoznak jelenleg az intézmény látogatásával kapcsolatosan? Mi is hallottuk mindazon intézkedéseket, amelyeket ugye a járványügyi helyzettel kapcsolatosan bevezettek, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen hát a társaságunkat is ugye ez a bezárásokkal érintette, hiszen mind a székhely, mind a telephely intézményeink bezártak, és ami ennél még rosszabb volt itt a közösségi ház tekintetében, az pedig az volt, hogy azok a klubok, csoportok, akik ide tulajdonképpen mondhatom azt, hogy haza jönnek, ők sem jöhettek ide be, illetve hát tudjuk, hogy semmilyen tevékenységet nem végezhettünk, rendezvényeket, programokat nem lehetett sem szervezni, sem pedig tartani. Ezért nagyon vártuk már azt, hogy a különböző, tehát a beoltási létszámokhoz igazodva milyen intézkedések lesznek majd azok, amelyek majd ránk is fognak vonatkozni. És nagyon örültünk annak, amikor a 4 millió beoltottat elérte Magyarország, és ehhez kapcsolódóan a magyar közlönyben megjelent az, hogy végre a művelődési ház is tulajdonképpen kinyit, hiszen a közlöny úgy fogalmazott, hogy a 2020 novemberében bezárt intézmények, létesítmények azok, amelyek kinyithatnak. Úgyhogy mi is kinyithattunk, készültünk is rá, vártuk is azt, hogy ki tudjunk majd nyitni, úgyhogy május 3-ától, hétfőtől tulajdonképpen a látogatók számára az intézmény az nyitva van. Hát ránk is nyilván vonatkoznak azok, amelyek a védelmi intézkedésekben, illetve a jelenlegi szabályozásban még benne vannak, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkezőek látogathatják az épületet, illetve olyan 18 éven aluliak jöhetnek be, akik olyan felnőttek érkeznek, akinek van védettségi igazolványa. Hát még jelen állapot szerint amely az a rész, ami a klubokra, művelődési, szabadidős közösségekre, csoportokra vonatkozik, az a rész még tulajdonképpen azt mondja, hogy tehát gyülekezni, hogy így mondjam, még most azt nem javasolja egyáltalán a rendelkezés, tehát nem is teszi lehetővé, de hát ugye bennünket is kerestek a csoportvezetők, csoporttagok is, hát mi ezt elmondtuk, hogy mi is be kell, hogy tartsuk a érvényes járványügyi rendelkezéseket, de bízunk abba, hogyha azért a 5 millió főt, hiszen azt mondták be a tévébe is, iradóba is, miniszterelnök úr is, hogyha az 5 millió főt eléri a beoltottak létszáma, akkor szintén majd különböző, hát hogy úgymond feloldó intézkedések lépnek majd életbe, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Itt az épület az olyan állapotban van, hogy hát, hogy így mondjam, igénybe vehető a látogatók részéről. Hát és el kell, hogy mondjam azt is, hogy az elmúlt időszakban is azért odafigyeltünk arra, hogy idézőjelben egy megújult környezetbe várjuk majd a látogatókat. Gondolok itt arra, hogy az egyik terembe tudtunk vásárolni új székeket, felújításra kerültek asztalok, székek, olyan bútorzat, amelyeket a ide látogatók használnak, és ez ugyanúgy elmondható a többi egységünkre is.
Például a Városi Galériába ott a kollégáim az egész épületet kifestették, hát most itt a belső fal részekre gondolok, posztamenseket, több mint 100 posztamens került felújításra, ami azt jelenti, hogy az olyan részek, amelyek nem olyan stabilan álltak, akkor azokat stabilizálták, lecsiszolták a posztamenseket, lefestették őket több sorral is. Tehát olyan dolgokat tudtunk most csinálni, amelyekre az elmúlt időszakban nem volt olyankor alkalom, amikor például van egy adott kiállítás, azt leszedjük, aztán már jön a következő kiállítás, tehát kettő között ilyen karbantartási, illetve hát, hogy így mondjam, javítási munkálatokat nem tudtunk megejteni. És hát azt kell, hogy mondjam, és hogy a munkatársaim is már azért nagyon várták azt, hogy végre nyitni tudjunk, hiszen akik itt dolgoznak, azok nem csak mint munkahelyként tekintenek akár a művelődési házra, de ugyanúgy az elmondható a sportcentrumra és a Fazekas Múzeumra is, hanem ez azért hozzánk sokkal közelebb áll, mint egy munkahely. Azért ez, mondhatom azt is, hogy a második otthonunk. A sportpálya vonatkozásában milyen jogszabályokról tudná tájékoztatni a tévénézőket? A sportcentrum vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy a sportlétesítmény az eddig is látogatható volt a sportági igazolással rendelkezők számára edzés, illetve mérkőzés céljából. A mérkőzések, illetve meccsek azok úgy zajlottak, hogy a látogató nem vehetett részt, illetve néző nem vehetett részt a sport eseményeken. Hát most már ez is úgy van szabályozva, mint a közösségi ház tekintetébe, tehát a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, azok látogathatják a sportlétesítményt, de a szabadidő sportolók, mint például a tekések vagy a kispályás labdarúgók számára még nem látogatható. Tehát sportolás céljából, mint néző úgy ott lehet, de sportolni még nem mehet be a látogató. Azok az intézkedések, amelyeket jelenleg be kell tartanunk, a művelődési ház tekintetében, a sportcentrum és a Fazekas Múzeum tekintetében, ezek egy jelenlegi állapotot tükröznek, tehát itt ugye ez a 4 milliós beoltotti létszámhoz volt kötve. Hát nagyon bízunk abba, hogyha az 5 milliót eléri a beoltottak létszáma, ugyanis most erről van szó, hogyha 5 milliós létszámot elérjük, akkor további enyhítésekre fog sor kerülni. Hát bízom benne, hogy ezek az enyhítések, ezek ugyanúgy a közművelődési, a sport és a múzeumi feladatellátásunk elvégzésében is könnyítéseket fognak jelenteni. Nem csak a mi számunkra, hanem a legfőképpen a létesítmény, illetve az intézmény látogatói, használói számára. A mai napon kinyitott a Túri Fazekas Múzeum, valamint a nyári nyitvatartás szerint kinyitott Draskovics kerámia gyűjtemény, és várhatóan június végén a Városi Galéria is várja majd a látogatókat. A nyitás részleteiről Pusztai Zsolt múzeológus nyilatkozott. A 4 millió beoltottat követően Magyarország kormánya újabb enyhítő intézkedéseket hozott. Ez érintette ugye a múzeumokat, kiállító helyeket is. Ezzel kapcsolatban mit tudná elmondani a tévénézőknek? Önök mivel készülnek a látogatóknak? A legfontosabb az, hogy nyitunk. A Túri Fazekas Múzeum 6-ától most már a rendes nyári nyitvatartás szerint lesz látogatható. Egyenlőre a következő egy hónapban az állandó kiállításunk tekinthető meg a múzeumban. A másik kiállító tér, ami a nyári nyitvatartás szerint kinyit, az a Draskovics kerámia gyűjtemény, a Petőfi Sándor utca 5 szám alatt, és aztán utána pedig majd június végén, amikor készen leszünk a következő időszaki kiállítással, akkor a Városi Galéria, a zsinagóga is ki fog nyitni. És hát ez a legnagyobb hír, ez az, amit a legjobban vártunk. Itt azt kell elmondanom, hogy ugye a nyitás az egyenlőre azoknak a személyeknek szól, akiknek van védettséget igazoló kártyájuk, tehát ez nagyon fontos, hogy egyenlőre sajnos más nem engedhetünk be az épületbe. Ugye a
A határozat az úgy szól, hogy a kártyát felmutató felnőttek, illetve a velük érkező gyerekek azok, akiket a kiállító térbe beengedhetünk, hogy ezt egyelőre kérjük, hogy a látogatóink tartsák be ezt a szabályt, mert ezt sajnos nekünk ellenőriznünk kell. Az állandó kiállítás mellett milyen időszaki kiállítás lesz majd? Kezdeném a galériába, ez lesz az évnek talán a legnagyobb kiállítása. Idén újra az Alföldi Fazekas Triennálé az mezőtúron kerül megrendezésre, és ennek a pályázati kiállítására készülünk. Most még a galériában felújítás folyik, de néhány héten belül megérkeznek a pályamunkák is, akkor utána egy zsűrizésre kerül sor, és aztán, ahogy mondtam, június 30-án pedig a pályázati kiállításnak a megnyitására. A múzeumban terveink szerint június 12-én fogjuk nyitni a következő időszaki kiállításunkat. Hát ez az időszaki kiállítás már egy éve vár szegény, hogy sorra kerüljön. Rajtál Ilona a mezőtúron élő népi iparművész gyöngyfűzőnek az önálló kiállítása lesz ez az időszaki kiállítás. A Draskovics teremben ugye ott egy folyamatosan egy állandó kiállítás látható. Annyi változás van folyamatosan, hogy ugye érkeznek be újabb kerámiák. Most az elmúlt fél évben legalább 100-120 darab olyan kerámia érkezett, ami nyugodtan mondhatom, mint a Kárpát-medencében csak ebben a kiállításban látható, tehát főleg a népi cserépedények kategóriájában 1700-as évekből származó kerámiák, illetve ahogy a tulajdonos Raskovics Dénes elmondta, a padár gyűjteményben is jó néhány olyan kerámia került be, amiket eddig még a közönség nem láthatott, csak mi találkoztunk vele, illetve a gyűjtő találkozott vele, úgyhogy szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek, aki már látta egyszer-kétszer, ha most a következő hetekben meglátogatja a gyűjteményt, akkor újabb, nagyon-nagyon szép és nagyon értékes darabokat is láthat. Látható, hogy a múzeumnál felújítási munkálatok zajlanak, ezekről mit tudhatnak a tévénézők? Így van, a bezárt időszakban a belső teret újítottuk fel, az időszaki kiállításnak a termeit újítottuk fel, most pedig, ahogy egy kicsit jobb idő lett, azt szeretnénk véghez vinni, hogy a külső részt teljesen lefessük. Ehhez először az kell, hogy itt-ott újra vakoljuk az épületet, a repedéseket legletteljük, és aztán utána pedig az egészet lefogjuk, hát természetesen fehérre festeni, úgyhogy a következő hetekben, de ez nem zavarja sem a kiállításrendet és sem a többi programot. A kormány enyhítő rendelkezéseinek köszönhetően sor kerülhet a gyermeknapi rajzkiállításra a közösségi házlóta termében. Ennek okán a szervezők úgy döntöttek, meghosszabbítják a pályázat beadási határidejét. Bodor Márta, művelődés szervező elmondta, milyen módon lesz majd látogatható a kiállítás. Meghosszabbodik a gyermeknapi rajzpályázat beadási határideje, ennek mi az apropója, mi tudhatunk ennek a részleteiről? Tulajdonképpen egy örömteli dolog miatt hosszabbítottuk meg a beadási határidőt. A kormány rendelet lehetővé teszi, hogy kulturális eseményeket megszervezzük. Így úgy gondoltuk, hogy a gyermeknapi rajzkiállítást a gyermeknaphoz közel meg fogjuk rendezni. Május 28-án szeretnénk majd felrendezni a kiállítást, és egy eredményhirdetést is szeretnénk tartani, hiszen az elmúlt pályázatainknál már nem volt lehetőség arra, hogy behívjuk a kis alkotókat, és személyesen köszönjük meg nekik a munkájukat, illetve adjuk át a díjazásukat, és úgy gondoltuk, hogy most, hogy lehetőség van erre, szeretnénk megragadni az alkalmat, és bekérjük a rajzokat. Május 20-ig hosszabbítottuk meg a beadási határidőt, és arra kérjük azokat is, akik esetleg online küldték be a rajzokat, hál' Istennek ilyen is van, hogy hozzák el a közösségihez postaládájába ezeket az eredeti alkotásokat, vagy a közösségihez portáján is leadhatják. Az nagyon fontos tudni, hogy a kormányrendeletnek nekünk meg kell felelni, így a közösségi házba csak azok a személyek léphetnek be, akik védettségigazolvánnyal rendelkeznek, vagy ugye a védettségigazolvánnyal rendelkező személyek kísérhetik el a kiskorúakat, hogy majd átvegyék a díjazásokat. Úgy szeretnénk, most először úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk, hogy az iskolákból hogyan tudnak majd kijönni a gyerekek, ezért lehet, hogy az eredményhirdetést egy délutáni órában fogjuk megtartani, de erről a közösségihez Facebook oldalán, illetve a televízió vagy az újság hasábjain fogjuk tájékoztatni az alkotókat.
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túl Hírmondó című műsorunkat látták. Friss híreken majd jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!